Szevasztok! Ma csak futballmeccsek lesznek. Nem rúgtak ki senkit, nem tudom, hogy hány találkozó. Derítsük ki együtt! Ja, itt van akkor ez a Buccaneers-Rams csoda találkozó, hát milyen jó volt nézni. Stafford lapos labdái, el sem mennek az emberig. Three and out. Jardennek, punt return az bíztató. Brady Evansnek sikeresen dobja föltől, távol indít, ellentétben Stafforddal. Hát ugye ezt tette nagyjá Brady-t itt 20-valahány éve is később, hogy ezt tudja. Pattintva nem jó. Ugye? Hát az a... Lenny előtt van egy kis holding, Ramsey-vel ütközik, hát akkor itt egy síró jaguár fejet képzeljünk oda. Fú, azt megcsináltam, hallod csak. Nem mentettem el. Ó, mindegy, akkor most neked kell elképzelni, becsukod a szemedet, aztán utána Jaguars logo folyik belőle a könny. Mert hát hagy top választottjaik, Ramsey ütközik Fornettel. Julio Jones lehúz egy paszt Kendrick mellett. Most akinek túl gyors a játék, nem tudja követni a szemével, az is megkapja, látod, azért neki való párharcot. Ezért is segít rajtunk a CBS, hogy kiadta ezt a meccset. Julio Kendrick ellen, na hát ott hirtelen mozdulat nem lesz. De 19 előtt megfog Quintoris Lopez. Mike Evans újra bekanyarodik belőle, 10-valahány yardos labdák jönnek Brady-től harmadik kísérletre. Nem lesz ez mindig így. Lenny közelít elkapásból célterület felé, már csak 3 yard kell, 0 sikerül. Hát akkor field goal. Van Jefferson visszatért, óriási hype-al méghozzá Rams offense-ben, ha megvan akkor az extra elem. Tökéletes play action löket megy felé, elejti. Cup screennél meg kalkulál Bucks, hogy valószínűleg ez következik. Tryon Soyinka sack, de offside után. Ellen Robinson first down-nal büntet ezt követően. Hát igen, szabálytalankodsz, akkor jönni fog ezen a párosításon. Powell, borzasztó sárga zászló színű cipőben focizik. Rettentő zavaró. Brandon Powell, meg a center is egyébként, de azt még ott megszokom egyébként, mert nem igen mozog, ennyi előnyem van, de levetetném vele. Tudom, nekem nem kell sok, hogy zavarjon a felszerelés, ugye, hogy néztek ki. Hát is állítottam itt a felvételt 4-3-as fekete-fehérre, hogy azért megszokott adás az jöjjön. Vea Szek így is feltűnő, azt hinnél, hogy fekete-fehérben nem. De hát figyelj, Vita Veát úgyis megismered. Ott fekszik az irányítón, na hát ő lenne. 3. és 19. Cup irgálás. Az, amit a Rams csinál 3. Mennyire tetszett. Pont. Donovan Smith holding Tampában. Brady hát maradt hidegvérű természetesen. Nem haragszik ő senkire, játék szeretete miatt vannak itt. Mint a Flacco a padon. Ottan. Visszahozza 3. és 5. De ott támadják a kecskét erőteljesen, hát akkor ez igen hamar egy pont lesz. Ezért nézzük, hogy ilyen Rams Buccaneers, tudtuk előre, hogy fú, hallod, ott azért lesznek pontok. Alig várom már. Aki ezeket kedveli, hát akkor talált magának egy jó meccset, de nem ez az egyetlen, ami ilyen ígyenc falatnak számít. Hát Kamárda, igen nagyot pantól hallod. Ha már ezt tudjuk nézegetni, hát akkor valami verseny legyen. Visszatért nem csak Van Jefferson az offenszben, hanem Akers. Na most akkor mondjátok meg, kinek volt nagyobb hatása a csapata teljesítményére? Hát nagy verseny van, hallod, mert hát ilyen 0, valamennyi mind a kettőnél. De nem, hát most hazudok az Akers-el kapcsolatban, ne haragudjál. Cam Akers még hozzá, nem Landon. Cam Akers hozza szokásos 2 yardot, ha első is 10. 2 yard, 3. és 1, 2 yard. Na hát azért az nem mindegy, ugye? EPA.
Allen Robinson is a rövidekre szakosodik. Csak helyzetbe kell hozni az Allen Robinsont. Ez mondjuk harmadik és kevéske, hát akkor várja, csak hát nem igen lesz olyan. Ha már síró Jaguar fej, hát akkor őt is hozzuk be beszélgetésbe. Nem kell behozni, hogy Jaguar nyer. Nem így kell mondani. Jaguars megnyeri. Superliga csapatot lenyomtak most is. Igazából mi csoportunk a Superliga. Kalandozzunk el. AFC South. Ott az edzők repkednek, ha nincs eredmény. Most itt hát körbe lehet nézni a ligában. Ugye? Frank bácsit kirúgták. Nincs eredmény, mész, érted? Ott az egy szuper kompetitív liga, az AFC South. Hát vágyakozok egy jó meccsre, ha halad, de most maradjunk ennél Rams Buccaneersnél. Cooper Cup sweep, hát az nem megy sehova. Szaladj előre, Cooper. Legyen akkor az, ha nem tudunk mit kitalálni. Előre szalad, 70 yardos TD. Keanu Neal átadja, mutatja, safety vegye át Cooper Cupot, ahogy ott elindul. Te is safety vagy, Keanu. Ó, igaz. Te is vedd át. Hiába próbálják átvenni mindannyian. Szaladnak utána. Lefutja őket, Cooper Cup. Na ez nem kapirkálás volt, ez touch. 7-3. 8 yardot halad a Tampa Bay. First down-tól az nincs messze, mert ugye az 10 lenne, de hát látvány világra eléggé távolinak tűnik, hogy valahogy elérjék azt a nyavajás nyalókát. 3 and out. Jó, hogy a Seattle is jön majd Münchenbe, nem csak a Tampa Bay, mert legalább lesz valamiféle támadó fotball. Majd Gino-ék bemutatják nekünk. Hát ezek a Rams, ugye? Hát a Rams nem is hívták Európába, ugye, mert itt mindenki visszavonulna. Arra, hogy a Stafford fejbe dobja a cornert, meg hogy a Pavel csináljon 4 yardot, hát arra az európai közönség nem kíváncsi. Arra itt van a Nürnberg Rams. Azt is meg tudják nézni, jó? Hát nagyjából ugyanúgy tudnak támadni. Úgyhogy mit csinál a Rams? Pont, mit csinálna? Skovronek miatt persze, hogyha lenne egy ilyen meccs Lengyelországban, hát akkor többet arénák előtt néznék természetesen a mérkőzést Pacsi miatt, de ezt egyelőre nem kezdik el szervezni. Leonard Fournette, droppolás. Terrell Lewis, droppolás. De ő védő. Igen, az interception-t hagyta ki. Harmadik és 10. Scotty Miller, kevés yard. Pont. Bejön minden old school edzőnek az álma, mondja egy old school edzőt, Sean McVay, mert az mi az? Hát futás, és ezzel rövid yardos kísérlet harmadikra. Stafford dob, Tryon Soyinka beleér. 3 and out. Rashad White, ugyanez, megteremti a harmadik és 3-at, Brady passzába nem érnek bele. Hát akkor így first down Mike Evans. Bradynek kedvez játékképe, tehát nem igen van pont, nem igen van explozív játék, csak úgy gyömözkölés, mert hát ő azért a 90-es években volt tinédzser, akkor még így nézett ki a futball. Minden szinten, NFL szinten is, nem, hogy még alsóbb szinten, egyetemen meg gimnáziumban. Nem nagyon bírunk támadni, ti se bírtok támadni, valahogy nyerünk 11 ponttal. Na hát ugye ezt a rutint, ezt nem nagyon tudják másolni. Rashad White, hát ő még tavaly volt tinédzser, őt elkapja Donald. Ő nem érti, hogy ez hogyan működik. Harmadik és 4, Godwiné. Leonard Fournette szenvedésére mi a válasza kiváló edzői stábnak Leftwich-el az élen? Hát figyelj, Lenny, nem megy a futás, akkor gyere, bemegy helyettel a Kishon von, meg bemegy a Rashad White, majd futnak ők. Hát ez a pittsburghi módszer. Ugye, szar a futás, hozni-e másik futót. Hát ez az. Field goal a drive-nak a vége. 52-ről leblokkolja Bobby Wagner. Átugrott a long snapper, nem ért hozzá, nagyon ügyesen. Stafford. 60-ról, akkor behajítja célterületre, nem ér oda senki. Elfumblizzák a snappet. Hagyjuk. Pont. Rá kell ülni az eredményre. Tehát 2 perc van még hátra a Rams helyében, hát egyértelműt őrizgetni kellene ezt a hatalmas előnyt. 10-esre elrúgják Bradynek. Evans felé ível, Kendrick interferálja félpályán. Godwin és Julio együtt átjutnak a piros csíkon, ami néha zöld, de mindenképpen onnan tudja berúgni a rúgó. Perryman elejti a paszt. Lenny labdához ér, zászló.
milyen bármikor bejön Leonard Fournette, megy, csinál valamennyit, mindannyian tudjuk, hogy jönni fog a bíró, elmondja, ki volt szabálytalan. Most éppen a defense, úgyhogy mennek szépen előre. Célba vételek Kendrick embere felé. Elsősorban, hát úgy látják, ő itt a gyenge pont, de hát állja a sarat. Most igen, field goal maradt csak, 6 vonal 7 az állás szünetben. Tampa Bay kezdi a másodikat, Lenny mínusz 1 yard, lássuk mit találtak ki a szünetben a narancs héjánál. Van egy droppolás Kieft részéről, ó, már Kieftet kell keresni, régen rossz, harmadikra Julio Jones lesérül. Egész sokáig bírta. Pont. Pavel nagyot hord vissza, holding. Hivatalosan ugye 10 jaros büntetés visszahordásnál a holding, de hát valójában ez 45, mert ment egy marha nagyot előre, és akkor kicsit visszább mérjük. Úgyhogy statban nem az kerül be. Ellen Robinson hasznosan focizik a saját tér felén, az mit ér? A harmadik és 9. Arra még Malcolm Brown tűnik fel, egy menekülő útvonalon minden ember közül. Már az van Stafford, hát szívesen akkor bevonja Malcolmot. First down a Ramsnek. Első play, Tampa Bay tér felén részükről. Henderson, 10 yard futás. Leghosszabb futás a meccsen. Na hát, ezt most nagyon kellene ismételni. De annyira csalódik magában a Bucks védelme, hogy újra hibáznak. 23 yardot engedélyeznek Darrell Hendersonnak, az meg konkrétan szezon csúcs. Rams idei szezonjában. Skowronek a földről szedi fel az indítást. Cooper Kupp 3 yard. Lavonte David beugrik a paszba. Ez field goal lesz. 10-6, bemegy. Ugye ez egy elég nagy előny. Ahogy itt elnézem a tűzerőt, 4 pont öreg. Brady elhagyja a nyomást, kiosztja a labdát, sikertelen. Lemennek three-and-out-tal. Biztos nyugodt ettől, hogy még ott rohangál a backfielden, érted, aztán osztogatja. Scrambler irányító, de hát a többiek nem fogják meg. Holding, meg full start, még van a pant előtt. Jó, akkor kicsit messzebbről. Bizakodsz, hogyha Los Angeles-i vagy, hogy ja, most akkor ilyen félpályás indulásra van esély, mert igen, mélyről rúgja Kamarda. Ha lerúgja 11-esre. Félpálya helyett. Jó, van, akkor átrúgtad a pályát, Jake. Mondom, megérte leülni, megnézni. Vea még bever egy szekket rá, mínusz 7 yard. Jó, hát akkor alibi. Pont vissza. Darden koponyába jut. Ami a zászlón van, ami a kardon van, ami a pályán van felfestve. Kókift labdát fogna, tessék, lehetséges. Godwin előtt Troy Hill majdnem ellopta az indítást. Negyedik és 2 támadás. Egyben, hát egyben védekezés. Nem special team. Ha védekezés, akkor szek. Elkapták Brady-t. Ramsnek rövid pálya. Stafford rollout, Kupp várja a távolban, oda teszi neki a 10-esre. Játékmester. Na látod, nagy playek kiszakadnak azért ebből a Ramsből. Nunez Rochez, szek. Hát jönnek a védelemtől is a nagy playek, ha már itt tartunk. Hát akkor field goal. Gay-nek ugye bosszú mérkőzés, korábbi Tampa Bay rúgó. 13-6. Ezzel nagy különbség. Tampa Bay csinál first down-t. Na figyelj, mutatja a helyzet komolyságát, most majd nem fér bele a three and out fiúk. Bizony. Godwin utána minuszban leszerelődik a Troy Hill által. Evans kezéből kiesik a labda, ahogy emelkedne fel mindenki már a székéről, hogy hú, egy nagy play, ó, visszaülsz. Harmadik és 12-re leüti a pass Donald. Hát akkor ez pont. Touchback éppen, hogy ráadásul még safety se lesz, hát ez nem a pontszerzésekről szól ez a mérkőzés. Rams kétszer elindítja az órát, harmadikra nem alibiznek, hanem előrevágja Van Jefferson irányába Stafford, sose ért oda, tehát még mindig fut szerintem, pont. Most van az, elkezdjem reklamálni, hogy harmadikra az alibi kellett volna. Hát a 38-asra elment a pont. Otton talál egy first down-t. Brady 4-es átlaggal passzol. Hát azért 100 000 összejött neki karrierje alatt, olykor azért
Ennél nagyobb átlaggal is passzolt, mint ez a mai meccs. Amúgy nehezen jött volna ki. Igen, akkor megragadt volna 30 ezeren. Harmadik és háromra elég az, ha belegondolsz, még 4 yardos átlag. Hát azon a meccsen, ezen a meccsen jó az. Godwinnak. Harmadik és 10-re nem. Nem elég. Ráadásul holding. Kéne egy field goal pass, olyan 10 yardos legalább. Lenny meghozza. Sakap akkor be tud találni 50-ről. Feljönnek 9-13. 8 perc van hátra. Mondanám, hogy touchdown-nal megfordítják, de kit akarok áltatni. Két field goal-lal meg tudják még fordítani, vagy safety-vel. És akkor hát sok safety-vel. Rams kétszer elindítja az órát. Ezt már láttuk. Harmadik és 15, sack. Gennard Avery. Hát az se rossz, mert nem incomplete, ugye, megy tovább az óra. Nem játszott Berett, de hát akkor majd csinál Gennard Avery szekket. Jó, pont a 41-esre. Nem Stafford feladata megnyerni ezt a mérkőzést, meg nem az offenzé, ugye. Hát ez itt a Rams. Rashad White talál egy first down-t. Scotty Miller 3 rövid elkapás, kiad egy másik first down-t. Működik Scotty Miller. Na megvan a szerepköröd, Scotty. Na hány év kellett hozzá? Ó, inkább ne menjünk bele. Harmadik és 1. Upton nagyon sokat csinál. Cade Upton, tight end játék. Bejut a 10-esen belülre. Scotty Miller touchdown-nal befejezhetné, de rácson találja a labda, hallott. Leesik a labda. Ha nem várta, hogy pont ide jöjjön, ugye? Aha, a kezedbe kellett volna, hogy ragadjon. Scotty. Bezavarta az öltözőbe Brady, összetépte az igazolását. Nincs rá ideje, mert fönn van a pályán, ráadásul lelaminálták, már gondolta, hogy ez előfordulhat Scotty, aztán a biztos, ami biztos. De nem, hát Brady mosolyogva megbocsát neki, figyelj, benne van a hiba, főleg itt a vége fele, hanem nyugodtan lehet menni tovább. Ottenre ügyel Remzi. Az már negyedik és gól lesz. 2 percnél vagyunk, azért már Remzi is látja, kire kell rámenni. Támadás a 7-esről. Nem rúgnak field goalt. Remzi érlabdába elsőként, negyedik kísérleten, ez így, turnover on downs. Kivérekezte a Rams. 2 időkérése maradt a Tampa Bay-nek. Ja, hát nyilván 3 and out, mi lenne Los Angeles-től? Hova megy a pont? Az a kérdés, 40-esre, meg hogy mennyi idő marad? 44 másodperc. Touchdown kell, én már hivatalosan Buccaneers-nek. Otten befut a színbe. 28 yard kezdésképpen. Na hát a végére összeáll a futball. Reggelig játszanának, hát akkor kiütéses Tampa. Scotty visszafordul egyért. A 14-es vonalon csak a hátára teszi a kezét Kendrick. 19 másodperc. Ugyanígy bal szélen Scotty várja, már Remzi akkor arrafele sandít, hogy Kendrick ne menje innen. Kendrick oda megy most az Evans-szel. Igen. Célterületen van Kendrick, meghúzza Mike Evans-t. Defense, pass interference. 13 másodperc az órán, touchdown, Cade Upton. Bucks megnyerte. Így ment el a tippem, hallott, hogy így sikerült, pedig hát olyan erős alapokon állt az a Rams tippem, hallott, de a végén. Azt hittem, hogy a végén Brady majd elizgulja. Azt szokta, nem? Mert ahogy megy előre a mérkőzés, hogy egyre kiélezettebb, hát akkor nem tudja, mit csinál, aztán a védőnek dobja. De ez most nem az volt, ezt most megnyerték. Fájdalmas volt, érted, pedig hát mekkorát nyertem volna vele. 3-5 ezzel a Rams, 4-5 a Buccaneers mérlege. Hát gyenge mind a kettő offense. Azt azért láttuk. Ezen a találkozón hamar rá tudtunk jönni, de a Ramsnek ez nagyobb baj. Mert sürgősebb lenne valamit kitalálni, orvosolni, de hát nincs rá ember, ugye alapvetően, hogy ezt így orvosolják, és rosszabb a mérlegük is, szóval elég nagy probléma van, és a csoportban meg hát elhúznak mellettük. Brady megmentheti a hagyatékot, hogyha arról beszélünk, hát berángathatja ezt a csapatot a playoffba simán, és majd akkor ott véreznek el. Tehát ez itt a legjobb kifutása nagyjából a szezonnak. Az jó lenne? Mi az utolsó idényében Bradynek? Hát nem igazán. De jobb lenne, mint hogy egy negatív mérleggel kidöglenek az alapszakaszba. Úgyhogy valószínűleg be fogja őket rángatni a play-off-ba, akármi van.
De hát még az se túlságosan szépséges karrier vég, úgyhogy jövőre innen eligazol. Várjuk akkor a kérőket. Beszélnünk kell erről a Carolina Cincinnati mérkőzésről, mert a Thursday Night Footballra hangolódva, ugye le kell adnom a tippem, szerda van. Hát jött volna itt is ez a Bengals-Panthers-ön, ha Joe Mixon nem csinál 5 touchdown-t, jött volna a tippem. Hát pusztán ezen az egy részlegén a játéknak valójában félrement, de amúgy megalapozottnak tűnt a várakozásom, hát nem borult a papírforma. Hogy történt? 10-esen kezdenek Joe Mixonék, eléggé jóféle rush defense-zel találkoznak, tehát Carolina-nak egyik legjobb futásvédelme van. Aztán az előző két hét ez kicsit átírta, amit ugye a Falcons ellen, meg most a Bengals ellen letettek az asztalra. De tudja, az olvast ezt a Zach Taylor is, úgyhogy hát akkor dobás itt az elején még. Hayden Hurst az első first down, harmadik és kettőből. Higgins szintén megmutatkozik CJ Henderson mellett. Majd Tyler Boydra is neki kellene figyelni, hát nem nagyon megy CJ Hendersonnak, hát egyre se, nem hogy kettőre. Mixon egy screenből felgyorsul, az 35 yard. Míg pihen, addig Pirine a megfelelő pótlásnak minősül természetesen. Nem sokat pihen azért Joe Mixon. Megy a kettesre, aztán az endzomba könnyen. Így, megkezd a Bengals pontszerzést. Lazán átment rajtuk Joe Mixon. Foreman lassabban kezd, ha már itt szupersztár futó. Harmadik és ötre, de nevetséges, reménytelen alibi passz PJ-től pont. Burrow vajazgatás közben, Keith Taylor közbe ugrik, leüti a vajazókést, meg a labdát is harmadikra, úgyhogy three and out. Itt az aggódás, kérem szépen, hát én mondtam nektek, itt aggódni kell, nem játszik Jamar, Cincinnati offense, meg B0. Itt az élő példa, érted? Lemennek, mert semmit nem tudnak csinálni. Apple miatt izgultok? Hát ott nem kell. Látványos vetődéssel, szerelés terasz ellen. Eli Apple. Chenault, Whitecat, 0 yard. Pedig amikor játszik Laviska Chenault, hát nyerni szokott a Panthers. Szóval, hát minden nekem kedvezít még, meg a gyenge tippemnek. PJ scrambling után Trembült keresi, nem előre fele scrambling, hanem úgy össze-vissza backfielden. Hiába osztja neki elejti a tight end pont. T. Higgins first down fog, Horn nem tudta kitakarni őt. Annak csendes napjai vannak JC Hornnak. Trent Taylor sweep. A segít pótolni Chase-nek a hiányzó yardjait. Ez az Trent. 9 yard már csak. Hát on 100 valamennyi kéne, és akkor, mintha mi sem történt volna. De még többet segít Taylornál, hogyha Mixon fut mondjuk egy ilyen 30 yardot. Igen, van olyan. De azért mégiscsak hát nagyon tetszett az előbb a leleményesség ezek Taylornak, és akkor Trent Taylor. Megint a sweep menjen, az is megint sikeres. Boydnak nem adják meg a touchdownját, ahogy a célterületről hátrafele, mondom a célterületről, igen, hátrafele nyújtózkodik a labdáért, megvan, és hozzáérinti a pylonhoz, célterületről, igen, a zöld terület felé hozzáérinti. Na, ha mondják, hogy nem volt benne. Jó, mester, bocsánat, akkor hova vigyem? Ide az egyesre, tegyed csak le. Jó, QB sneak, Burrow természetesen bent van. Carolina futói összeharcolnak 7 yardot, aztán false start, harmadik és 8, fumble a tapaszból, de várja, ez hivatalosan az incomplete, mert ha olyan szerencsétlennek néz ki az egész, megadnám fumble-nek, de ha előrefele dobta a tapaszt, PJ. Úgyhogy ez most. Megint csak pont. Trent Taylor punt return 41-esig megy. Cincinnati dagar az önbizalomtól. Joe Mixon könnyen halad a labdával. Úgy vannak vele, ezt a kis gyenge alsóházi csapatot megverik sokkal. Hát ezt tavaly láttuk tőlük, de tavaly volt Jamar. Most Irvin van. Mi? Trenton Irvin. Besegít egy tízessel, hát ő ilyen practice squad aktivista. Jön, csinálgatja. Egy-egy mínusz után sincs pánik Bengals öltözőben. Mixonnak a check down is jó. Újra kopogtat a tízesen futójátékos.
Touchdown futva, csak a corneren kell átjutni. Remek blokkolás, azt meg azért meg tudja csinálni Joe. 21-0. PJ alul dobja az emberét, Pratt interception borzasztó lazán. 42-esre elviszi. Hát ez a Carolina Panthers ma nem igazán fog ellenállni. Én úgy látom. Burrow, play fake, Boyd mozgatja a labdát. Mixon, 20-valahány yardos repesztés. Az már gól helyzet megint. Burrow keeper, hát az már csak trollság. Te fúzd meg, Joe. Melyikünk? Jaj, nem, te voltál. Nem viszi be Joe Burrow, hát akkor Joe Mixon, ő beviszi, Mester 3-as. PJ előre vágja DJ Moore felé. Illegál kontakt. Na, automatikus first down az illegál kontakt. Ez az első first down-juk a mai mérkőzésen. Harmadik és 4, a bizakodás. Lejár az idő, de még a delay-t elkerülendő. Átveszi PJ, elhajítja kapkodva. Közben volt illegál shift, incomplete pass, pont. 2 perc maradt Burrow-nak. Mixonnak adja a handoffot. 100 fölé jut az ér Joe Mixon. Ne csak már társadányaim legyenek, gondolja, az yardjaim is legyenek, jó igaz. De megállnak saját térfélen. Ez is pont. Már nem izgulsz miatta. Tehát az előbb még mondtam, hogy fú, izgulsz Bengals offense, majd hogyan fog játszani ebbe az összeállításba? Ha most már mindegy. Itt 28-0-nál azért el tudod fogadni, néha elrúgják. PJ feldobja DJ felé. Interception Jesse Bates. Visszahordja 23-asig a franchise tagelt safety. Úgy látom ma, nem segít a kockáztatás, PJ. Bevállalja azokat a megoldásokat, amelyeket más nem. Voltak napok, amikor ez kiválóan sikerült, működött, ez nem az. Mixon felezi a távolságot, Burns szekkeli Joe Burrow-t, 17 másodperc, utolsó időkérését elhasználja a Zach edző. Free play, Irvin lábujjhegyezés. Hát nem adják meg a szőrös szívűek. Első lenne neki valaha NFL touchdown. Negyedik szezonja már 4 éve gyakorol. Csórikán most megmutathatná, de hát talán fölemelte a lábát túl korán. Mixon akkor wide outból ügyeskedik. Elszakad, kapja touchdown. Kispadon 20-szor feleleveníti Joe Burrow-nak, hogy láttad így, lefordultam róla, aztán jött, jó, Mixon, igazából Burrow leszarja, tehát látszik, hogy jó, tudom, láttam, ott voltam, nem érdekel. 35-0 az állás, és még a onside kick is sikerül, de nincs ideje a Bengalsnak, úgyhogy hát ennek nem volt értelme összeszedni. Blackshear kickoff returnjével indul a második félidő Cincinnati 37-esre, és Baker Mayfield áll be a pályára, óriási fügykoncert korábbi barna irányítónak. Ő úgy gondolja azért, mert félnek tőle itt a Paul Brown stadionban, hát nem csodálja. DJ Moore-nak már osztja is a 10 yardos paszt. Terrace Marshallnak még többet. Kialakul a várt játék képe a részemről, amit összeraktam a fejembe, hogy fog kinézni ez a mérkőzés. Kicsit hasonlóan, mint a Bengals Browns. Megnyeri majd a Panthers azért, mert szétszedik a védelmüket, miközben nem bírnak támadni. Hát itt van Baker Mayfield, megadja nekem. Azért mondjuk Terrace Marshall társadalmat nem tud szerezni, mert kiesik a célterületről. Negyedikre field goal. Wilkes bátyám, támadás legyen. Mayfield odarakja, Trembülnek, touchdown. Fordítás megkezdődik, párducok. Zach Taylor is erre gondol, és akkor hát hajtja előre pirájnékat, fiúk, nehogy itt baj legyen. Burrow, playfake-ből, gránát, Assi-Assi felé. Na azért ez egy ambíciózus terv. Devin Assi-Assi azért nem húzza be. Boyd könnyebben nyer pár harcot a Hartsfield ellen. Azért Burrow izgul, nehogy totáljadokba Joe Mixon beelőzze. Ezen megy a verseny leginkább most már egymás között. Higgins után, megjátszása után Burrow 200 yardnál tart, úgyhogy kényelmes előnynek érzi, de hát tudja, hogy a végén ő le fog ülni. Cincinnati vörös zóna, Mixon touchdown 5. Innentől akkor hiszem, hogy megvan a nyerő taktika Zach Taylor, hogy fölírja táblára Fields tollal, fiúk, minden meccsen jönni fog az 5 TD a Mixontól, akkor nem igen veszítünk. Igaz?
Mayfield, hát így nehezen fordítja meg. Még hogyha ezt kivérekeztük volna, hát akkor lehet, hogy megcsinálom, de így már maximum hosszabbítás lesz. Nem lesz, mert 3 out Carolina Panthers részéről. Mixon akkor feljön, indul a 6. touchdownjáért, hát ne viccelj, ugye 2 éve Alvin Kamara csinált egy 6-ost, hát itt az ideje akkor, hogy ő is megcsinálja, de már Brian Allen van ott a center mögött, aki felmossa a vért. Így is azért jut ideje Hurstet indítani. 13 yarddal elodázza az elkerülhetetlent Brandon Allen. Mi az elkerülhetetlen? Hát az, hogy pont, hogyha ő az irányító. Carolina személyzetének nagyon fontos játékpercek ezek. Mayfieldnek nyilván, mert vissza akarja játszani magát a kezdőcsapatba. Blackshear, mint futójátékos, hát dolgozik, tehát életében nem volt pályán, nagyon akarnak bizonyítani. Hosszú jakozás jön Blackshear-től. Richie beszáll tight endbe, de Foreman és DJ Moore se öltözik még. Ott vannak, fociznak, utóbbi bejut a 20-ason belülre. Terasz, Marshall megszerzi élet első touchdownját. Taylor Britt elleni jump bolt leszedve. Nincs onside kick, átrúgják Irvin, picike first down, Pirány nagy. Hát itt látszik meg, hogy mennyit áldoztak a támadó falra Cincinnatiben ebben a holt szezonban. Carolina elleni garbage time-ban abszolút kijön, hogy megerősítették a csapatrészt. Trent Taylor nem hoz újabb first down-t, úgyhogy csak egy field goal-t rúgatnak 48-ról. Evan McPherson fogad az edzővel, hogy mester, ne támadjunk már tovább, fogadjunk be, rúgom, bekötött szemmel, na gyere. Bekötik a szemét, sisakot biztonságosan hátrafele, ráccsal a tarkójára teszik, hogy azért ne csaljon, és akkor bemegy McPherson, 48-ról rárúgja, azt se tudja, hol a long snapper, mellé. Na mi van, öreg, nem bírsz rúgni. Terasz Marshallnak egy kis statpumpa, Taylor Britt szenved nagyon, újonc corner, Shai Smith eljut a 2-esre, 20 yardos passz, touchdown Blackshear-től jön, 21-42 végeredmény. Cincinnati könnyen nyert, nagy különbséggel karriernap Joe Mixon, félő, hogy ez megismételhetetlen, és hogyha most elkezdik üldözni, próbálgatni, hogy hát minden meccs legyen ilyen, amíg vissza nem jön Jamar, hát akkor még beleléphetnek a gödörbe, én azt gondolom. És az aggódásaim azért valamennyire megmaradnak, így, hogy nincs normális cornerbackjük, hanem itt próbálkoznak a fiatalokkal, ez még azért rátermette csapat ellen visszaüthet, nem csak garbage-ben, hanem az első negyedtől. A 5-4-re javította mérlegét a Bengals, tehát ami fontos, az, az megjött a W, Jamar gyógyulgat, de a kiütéses W ellenére azért látni kell itt a veszélyforrásokat, mert szerintem van, nem arról van szó, hogy csodálatos volt minden. Hát csodálatos volt minden, de hát azért elsősorban az ellenfél miatt. Carolina 2-7 most már, és jön az Atlanta elleni Thursday Night Football. Most csütörtökön játszanak. PJ-vel megmondták, PJ Walker a kezdő, Baker Mayfield talán majd Bell. Az is benne van, hogy később pályára küldik, meg Darnold is egész jó van állítólag, úgyhogy még nagyon hiányzik ő is. Az a tippem, kikapnak. Egyébként Carolina kikap. Rövid hét következik, megbízott vezetőedzővel, rutintalan vezetőedzővel, egy nagyon jól szervezett gárda az ellenfél, Panthers szervezetlen aránylag. Úgyhogy természetesen a Falcons tippem, akik az előző mérkőzésen egymás ellen ugye hát szorosan tartották, kiki mérkőzés volt, ezt szerintem még egyszer nem tudja Carolina lemásolni, és kicsit lazábban nyer majd az Atlanta. Nem tudom, hogy mennyi a spread, talán 3 pont körül lehet. Valami olyasmi, hát azt bepróbálnám. Szóval itt a Falcons lesz a tippem egyértelműen a hétvégi pofánverés után, amit kaptam itt a Panthers-től, PJ Walker-től. Elment a kedvem tőlük, hogy most próbáljam kitalálni, mikor hozzák az óriás előformájukat. De hát egyébként is szimpatikusabban fotbalozó csapatra tippelek, csütörtökön azok meg hát sajnos nem ők. Jaguars Raiders Las Vegas. Eléggé gyászos a kezdés, de majd a vége milyen jó lesz, ugye?
Kárra bízzák a kezdés, de hát semmit se tud kezdeni a labdával, még Smooth be is szekkeli őt, úgyhogy lemennek 3 and out-tal. Trevor első passza kinek megy? Tipjáték Chris Manhurtsnek. Hát ahogy azt vártuk. Sikertelen, ahogy azt vártuk. Amik Robertson sétált be a képbe, ő védekezik ugye most a slot helyén. Hát ez a Robertson, hát igazi múmiának néz ki. Még egy gumit nem tudna ott a karjára rakni, ez minek köszönhető? Megmutatom majd a First Lady-nek, biztos, hogy lesz a kedvenc védője, mert ő szereti ezeket az egyiptomi dokumentumfilmeket. Marvin Jones, nem rettem meg a látványtól, amit Robertson nyújt. Hát igen, azért mert kortársa volt, azért Marvin Jones, ha nem ma kezdte, ő egy-két múmiával, fáraóval valószínűleg együtt járt bölcsibe. Hasonló helyen Kirk is villan, mint az előbb Marvin Jones. Trevor osztogatja labdáit. Ilyen ütemben, hogyha felszorozzuk, Kirk 999 yarddal zárná az idényt, hát akkor durván kicsúfolnánk, hogy ó, bazd meg, még az 1000 se lett meg. Tasty Hastynek megy egy tosz hátrafele, nem bírja megfogni, fumble, megszerzi a Raiders. Azért itt most emlékeztessük magunkat, egy 2-5-ös és egy 2-6-os mérlegű gárda találkozik egymással, összeáll a kép. Jacobs nem futott még. Ja, igen, ezt tudja egy Jaguars is, valószínűleg akkor most fogják futtatni a Jacobs-t. Robertson Harris mínuszban szereli. Davante Adams két érintésből meghozza a first down-t. Na hát elég legyen már ebből, ami itt történik, kupleráj. Ez lesz az a meccs, amikor Davante Adams átveszi az irányítást, aztán megnyeri egy személlyel? Hát erre egyértelmű a válasz, lehet. Első és 20-at minden esetre összeszedi Adams, aztán Jacobs, Pimas, testcselek, holding. Meg Hollins részéről, hát ez már a második holding a drive-ban, ugye Moro után. Lloyd ügyeskedik coverage-ben, harmadik és 20, arra Adams megy 16 yardot előre a labdával. Negyedikre támadás, Adams belül várja, hát a franchise rekordokat már keresik. Ki az, aki a Raiders történetében egy meccs alatt legtöbb elkapás, legtöbb yard? Valószínűleg a Darren Waller volt tavaly előtt. Eközben Adams már touchdown csinál a pályán, Tyson Campbellt elutasítva, eltaszítva magától, 20 pluszos megindulás. Hát nagyon impresszív drive volt ez Davante Adams-től, a többiektől nem igazán volt az. Agnew visszahordó specialista 8-asra hordja vissza, de jó voltál. Trevor Keeper távolodik legalább saját célterületüktől. Harmadik és egy. Itt ilyennek tosz, már ott van Max Crosby várja. Minusz. Pont. Renfro visszahordja pontot a 45-ösre. Tavalyi formája, hát eléggé messze van a Renfrónak, de most egy ilyen szűkre nyitott ablakból is ki tud szedni egy labdát. Ne próbáld ki otthon, hogyha ezt most szó szerint veszed. Hollins szintén bemutatja végtelen tudását. Nagyon nehéz levédekezni ezt a Raiders-t, belegondolsz, micsoda sztárparádé van. New Orleans nem ért egyet, de hát most őket hagyjuk inkább. Jacobsot könnyű lekapcsolni, mégiscsak úgy látom, meg a Morót is, harmadik és 11. Abdullának megy a screen pass, hát őt már követi a pályára Carson, hogy rúghassa a mezőnygólt. 10-0, de hát nem mohó Josh McDaniels, pontosan tudja, hogy ez egy sima W lesz, játékképe alátámasztja, úgyhogy hát néha kell field goalt is rúgni. Rutintalan touchback-kel jelentkezik utána Carson, ami nem rúgtatod az Agnew-nak, elvitte volna a 8-asig megint. Rock Yassin fejre állítja Marvin Jones. Másnak ez szabálytalan lett volna, de hát itt a név kötelezért, tehát ilyen pankrátor mozdatot bemutatsz. Az a neved, hogy Rack. Jó, a fiú, hát csináljad. Ingram mögé helyezi a labdát Trevorka, és itt ilyen is hatástalannak minősül, hát ez egy 3 and out. Kárt kikergetik a zsebből, Moro, first down and more. Ó,
ahogy ott arra fele kellene mondani. 40-esen belülre beviszi beugrott tight end, aki Waller hiányában továbbra is megoldja a posztot. Fake end aroundból, Carr várakozik, touchdown, Adams, Cisco megcsúszott. A free safety megcsúszott, igen, biztos fellocsolták a pályát. Senki nem kérte. 17-0 az állás ezzel. Jaj, hát ez nagyon könnyű, Raiders lesz már megint. Itt ilyen, azt mondja, kezdjünk el játszani, fiúk. Itt az idő. Zay Jones, bosszú, first down. Szuper izgatott mindenki a világon ezen párosításban, hiszen ugye Zay Jones az egyik oldalon bosszú meccs elkapóból, Keelan Cole a másikon, hallott, hát most a gigászok, hogyha összetalálkoznak. Itt ilyen fut inkább, mínusz 6 yard. Trevor Carr-ra jön a múmia, menekül előle, first down, Perzsa Agár, ott hagyja őt. Itt ilyen elkapásból úgy látom most hasznosabb, de megy minden. Most már ez is az is. 13-at fut meg az egy yardos vonalra. Onnan egy merülést hívnak rá, touch. Travis itt ilyen. Adams marad megjátszható, és Jacobs is hozzáteszi, amennyit kell. Van, amikor egyet kell hozzátenni, van, amikor tizet, de mindegy, megoldható minden. 2 percre fordulunk, megint egy dupla fake. Adams arra szolgat belőle, és Jacobs újabb tiszta first down-t jegyez. Nem érnek hozzá, mielőtt átlépne a sárgán. Domináns teljesítmény Raiders támadóktól. Amir Abdullah felé dobna Carr touchdown-t, csak hogy ez valami nehézség legyen. Chad Muma kitakarja beugró futójátékost. Úgyhogy hát ez most megint csak field goal lesz. Így is belefér, gondolják. 27 az állás, mi baj történhet? Már csak 45 másodperc az órán. Marvin Jones óvatos kezdés után Trevor fellép. Több helye van, mint várta volna. És így a Las Vegas 44-esig száguld előre. Lobognak a fürtők. Zay Jones átcsorog a field goal vonalon, talán fel is botlott benne, nagyon erősen van felrajzolva. Kirk elintézi, hogy azért ne kelljen rekordot rúgni a Riley Pattersonnak, úgyhogy csak 44 yard, azt megoldja rúgó. Így megyünk a szünetre, ahol van egy kis esőzés, szóval Cisco-nak minden baj van már most. Agnew, kickoff return, na 45-ösig visszaviszi. Az átlaga semmi különös, de elég durva kilengések vannak. Ellenfél 45-re még hozzá. Hát az nem mindegy Jaguars meccsen. Trevor atletikusságát központba helyezik. Azért ezt így fura elmondani, hogy azért láttuk már Justin Fieldet, hogy az milyen is. Ha a quarterback atletikus, de hát most akkor Trevornak ez a dolga. Kirk holding ellenére is lerázza a védőt, mármint a defense holding ellenére, first down belőle. Red zone-ban itt ilyen területét kijelöli magának, hogy hát ezt most innentől kezdve akkor én fogom uralni, de talán az Ingram is megpróbálhatja. Everettnek a lobonca miatt hát nagyon nehezen tudok másra figyelni, ő vonza a szememet, ugye, meg a irányítókét is valószínűleg. Szóval igen, megint Arnettet mondtam, mert neki is hasonló volt a séró, ha emlékeztek rá. Aki csak idén kezdte nézni az NFL-t, vagy a csatornát, annak mondom, amelyik cornernek piros a haja, az vonza a célpontokat, és általában elkapás lesz belőle. Tehát mondhatni, egy céltábla van a fején. Touchdown Kirk. Vörös zónában általában szenvedő Trevorka képes touchdown-t passzolni. 17-20. Jacobsnak újabb jelentős területe nyílik meg több alkalommal. Olaukon aztán szerel kettőször, egymás után nullán. Harmadikra Cisco beugrik Hollins elé. Pick nincsen, de hát így elkapás se. Úgyhogy pont. Trevor kiforog, Luke Farrell várja könnyet first down. Sokadik tight end. Van nehéz first down is, nem könnyű minden, amikor Trevornak el kell hagynia a zsebet, de így is fogható labdát oda szerkeszt az öreg Marvin Jonesnak, aki behúzza.
Nem fél akkor sem, Trevor Lawrence, hogyha odaérnek hozzá, aztán tudja, hogy kontakt közben kell szabadulni a labdától. Oda csúzlizza Dan Arnoldnak a következőt, örülhet neki. 4-ből 4 jó passz a drive-ba, Trevor 50 yard, és még nincs vége. Kirknek sárgás mozgatás a 14-esre, egymás után 10 jó passza van. Hát olyan sok kisebbére mondani, 10 jó passza van Trevor Lawrence-nek. Itt ilyen, hát ott nagyon él, megint csak vörös zóna, ott született. Befejezi TD-vel ismét. Crosby most nem tudott odaérni a toszra, mint amit korábban láthattunk. 24-20 Jaguars vezetés. 50-esről megy a kirúgás egy szabálytalanság miatt, de nem használják ki normálisan. Én ott nem mindig az onside-ot rúgnám, hát tudjátok. 18-asra áll be Carr. Jacobsot indítja saját maga mellett. Adams viszont elejti a paszt, mintha sose játszottatok volna együtt. Jacobsot meg elkapja Arden Key. Na ez az igazi bosszú meccs. Sok bosszú van, de ennyire durva nincs, mint Arden Key, aki egy rettentő játékos volt, amikor a Raidersbe játszott. De San Franciscoba kitanították, most meg alkalmazza Jacksonville-ben. Morrowhoz fontos first down. Mindegyik first down fontos. Meg mindegyik harmadik is, mert hát ez egy nagy meccs, látok az eredményből. Jacobs elkerüli a nagy kupacot, de hát mennek utána. Vannak ez rossz szokások így a védőktől, hogy még hogyha ott is hagyod őket, utánad mennek. Akkor is, hogyha nagy testűek, Davon Hamilton vagy a Fatukasi minuszban el tudják kapni olykor Jacobsot akarata ellenére. Harmadik és 10-re megy a blitz. Adams-t keresgéri Carr, de kívül fejezi be az elkapást. Pont. Trevor életére tör Perryman a célterületen, tehát az a safety térne, de hát így is pontos passz Marvin Jonesnak. Hát úgy játszik Trevor Lawrence, mint valami kiemelt tehetség. Abszolút nem számít rá senki. Hát azért sokkal feljebb már nem mennek, tehát ez jó volt, de legyen elég, pont. Logan Cook belerúg a labdába, Davante Adams már a másik oldalon üresre fut, Carr semmi pénzért se tudja megtalálni, hallott pedig. Adnak neki bőségesen dohányt. Hány neki bezzegő, megoldaná, ne félj. Annyit tudnál róla, hogy figyelj, mert tényleg van itt ez az offenzünk. Van benne egy ilyen all-pro jellegű wide receiver, de jó, mindegyiket neki dobom. Ha nem, és akkor... Jó, hát Carr másfajta játékos, hogy franchise irányító neki. Szét kell osztani a labdát. Harmadik és 7. Lloyd Blitz eléri Carrt, de hát többek között, mert sokan elérték Carrt. Ez egy three and out lesz. A pantnál befutott Iktriad a pályára. Aztán sokan rohantak felé, áll a játék, mindenki szeretni aláíratni a mezt, vagy valami Instagram asszit csináltatni Iktriaddal. Trevor rohan felé, mindenki, Doug Peterson, de ahogy így vége van, akkor végül is. Jöhet a call, aztán elrúghatja valahogy másodikra vagy harmadikra, nem ugrik be senki. Itt ilyen előtt felborulnak a védők. Utána meg valami screen fiesta kezdődik meg, screen után screen, Cannes Film Fesztivállal lassan keverem a mérkőzést. Harmadik és 4 az körké. Piros hajú mellett játékba tud avatkozni, félpályán a Jacks. Itt ilyen testcsel bemutató után már készül a rúgó. Végül is még időben, harmadik és 1-re lekapcsolja Martin ez a futót. Negyedikre nem ugranak be fegyelmezett védők, hát ez nem Denver, ugye? Úgyhogy Riley P. 41 yardról rúgjad be, kapufa. 3 perc az órán, nincs időkérése Las Vegasnak, de egy touchdownnal megnyeri a mérkőzést Carr. Hát feltételezem, hogy ő nem a Jacobs, de hát 69 yard kell, mindegy kiviszi be, csapatsport. Renfro elkezdi akkor a haladgatást, Tyson Campbell nem engedi Adams-et labdához férni, vagy csak simán túl széles felé az indítás. 4. és 2. Renfro a célpont, de labda nélkül esik le a levegőből. Nincs zászló Darius Williamsre. Szóval itt egy touchdown drive helyett, amit elvártak volna Carréktól, még egy nyamvat first down se tudtak megcsinálni. Hát óriási a bizalom, hogy hát ha majd még visszakerül a labda.
Visszakerül amúgy, mert a Jacksonville nyilván nem futtatja le, de Patterson odaállhat egy field goalhoz 48-ról az állásáért egyébként, mert figyelj már Riley P. És az előbb kihagytad, most akkor ezt 48-ra megint kihagyod, akkor többet nem kell jönni edzésre, mit szólnál. Nem akarok nyomást helyezni rád, de hát hogyha így nem oldod meg, akkor nincs rá szükség. Jó, Riley P. bevágja. 27-20. Nincs vége. Egy perc még maradt. Darius Williams kezébe megy az a labda, elejti, cornerback. Adams-et babrálás közben Wingard megzavarja, így pedig incomplete. Megsérült ugye Jenkins a meccsen, helyette beállt Wingard. Én azt gondolom nem visszalépés, de hát nem, van aki másképpen gondolja. Aztán jön egy szek a nagyfiúktól, kárra. Negyedik kísérletre rögbizés, az Lloydé lesz. Úgyhogy 3-6 mérlegük. Jaguarnak 2-6 a Raiders. Én azt gondolom, egy megérdemelt löbetű a Raiders. El, mint leolvadás. Ezek állásokba kerülhetnek, ha ezek a vereségek, mert egészen borzasztóak. Nem feltétlenül a McDaniels, bár nagyon rosszul néz ki ez a mérleg, és már Mark Davis folyamatosan beszélget vele, hát már lassan együtt laknak, annyit kell beszélgetni. Nem szereti Mark Davis ezeket a rettentő fizetéseket kicsengetni a head coachnak, úgyhogy ráadásul nem is dolgozik, hát van elég baj a Grudennel. Szerencsére ott meg tudják oldani, hogy rábizonyítanak ezt, azt ne kelljen olyan sokat, de most kirúgná meg Danielst, még évekig fizetni kéne, miközben Mark Davis azért a legcsóróbb tulajdonos mindenki közül, ha csak nem venné vissza újra a Kraft meg Danielst, hát akkor talán ott ki tudnának alkudni valamit, de hát ezen kell gondolkodni, hallod. Ennél szerintem sürgetőbb az, hogyha nem jönnek az eredmények, hát akkor a Derek Carr sürgősen el kell gondolkodni, hogy leváltják a következő holt, azonban aztán jöjjön az Aaron Rodgers, ugye, vagy valami nagy marketing értékű, mert hát ez így borzasztó, érted? Russell Wilson esetleg, nem kell. Jacksonville, hát idén már valószínűleg mindegy, hogy mit csinál ezeken a mérkőzéseken, de hát minden győzelemért hálásnak kell lenni. Egyrészt, mert ritka, másrészt, mert szükség van rájuk az építkezésben, hogy valami sikerélmény azért legyen. Meg hát azért Trevor, legnagyobb fordítása valaha. Azt meg azért csak meg kell tapsolni. Lassú kezdés után abszolút életképessé vált a támadójáték is, hát a védekezés is ugye elkezdett működni, nem tudom mennyire rajtuk múlott és mennyire az ellenfélen, de ez egy értékes, hangzatos siker ennek a ritkán örülő Jaguars franchise-nak, úgyhogy ki kell húzni magukat emiatt, és az is egy eredmény, hogy egy ilyen Raiders, amelyik jó erőkből áll elvileg, magukkal tudnak húzni a szakadékba, hogy ha nem lesz playoff, de akkor nektek se legyen. És akkor így szépen lehúzzák, megverik őket. Teljesen korrekt értékes győzelem a részükről. Kirk Cousins bosszú mérkőzés, Commando, Vikings. Sose játszottam a Commandóba, mondja Cousins, jó, mondjuk az igaz. Debütál Hockenson, Vikingeknél, és sose játszottam abba se, meg ebbe se, de jó, most már kezdesz játszani, Vikingsba vagy. 19 yard megy Hockensonnal. Fodrászhoz nem ment el, én azért számítottam esetleg valami meglepetésre azok után, ami hát történt vele újonc szezonja óta, most egyelőre megismerjük őt így. Nagyon adja a terepszínű logó, amit a Washington fel tudott rajzolni a pályára. Jefferson is bemutatkozik akkor a St. Juice-nak, 3 elkapás, nagyon gyorsan, 40 yard. Belül a Forest csodálja közelről, ugye a defensív back-ek közül, de hát ha már ilyen jól mész Justin Jefferson, akkor legyen neki egy touchdown is, gondolja Kirk, úgy van, dobja neki. Egy lépés hely van a célterületnek a hátuljában, az elégséges Justin Jefferson belül maradt, labda kezébe 7-0, átmentek könnyen. Heineke bosszúja következik, mert őt annak idején UDFA-ként a Vikings íratta alá, aztán hát nem került be csapatba, meg átment a Patriotsba egy hétre, Texansba, St. Louisba, és akkor most itt próbálkozik, ez mindenkin bosszút kell állni, hát az egyik csapat már megszűnt, úgyhogy azokon sikerült. Cam Simsnek dob, korán előkerül Cam Sims,
nem a negyedik negyedes egy elkapásával hallott magáról, hanem most az első negyedben, de ugyanúgy egynyel marad. Akkor most akkor mehet is zuhanyozni. Neki first down passzol Heineke, Curtisnek nem. Futók nem segítenek, pont. Hockenzonnak megy a scream, de hát azonnal rá csimpaszkodik Jonathan Allen. Harmadik és 11-re pedig Painter nagy szek. Célterületéről pontol a Vikings. Curtis beáll splitback-es formációban running backbe, 16 yardot megy előre, Curtis Samuel. Daniel Hunter szekket csinál play fake közben, nem várja meg, Heineke mit szeretne. Utána egy kis mozgolódás előre az irányítótól, meg quarterback drót is hívnak rá, de mindez ponthoz vezet. Nem elég explozív atléta ezen a szinten. Touchback lesz belőle. Kirk újra röviden dobja, fogott emberhez. Hiába van rajta a védő, az őrző. Úgy van vele, Kirk, hát ha te vagy ott, akkor te vagy ott, hold meg. Nem igen haladnak előre. Jeffersont nem fogják, az ott egész jó, de a Mantot igen, Mattisont igen. Lényeg Kazinsznak 9-ből 9 jó passz. Most itt hagyják békén innentől kezdve. Harmadik és 7, Thielen. Nem fér labdához, Kyle Fuller pontra kényszeríti az ellenfelet. Scary Terry-t ideje előhúzni fővárosiaknál. Kell egy válasz, mert ott van az ellenfélben Justin Jefferson, hát akkor azért mutassátok meg nektek ki van. 18 yardot húz le safety előtt Terry. Heinekire összezár, mi lesz ott a védőfal, leütött passzuk is van. Pont ez is. Delvin Cook kezd gyártani, és Thielen is üresen van egy play actionnél. Megfogja. Franchise harmadik már Adam Thielen a elkapások számában. Most beelőzte Steve Jordant, aki egy tight end volt, Cameron Jordan apja. És hogyha még 87 elkapása lesz Thielennek a Vikings mezőjében, akkor befogja Randy Moss-t. Randy Moss-nak aránylag kevesebb szezon kellett mindehhez, de a jövőre meg lehet. Hogyha nincs sérülés, akkor biztos. És hogyha még 504 elkapása lenne, akkor a Cartert is befogná, Chris Cartert. Tekintve, hogy most van neki annyi, ez nem valószínű, hogy meg lesz, de hát figyelj, kis vézna, minnesotai gyerek, eljutna a karrierje végére oda, hogy befogja Randy Moss-t, elfogadná, azt gondolom. Lehetne már most is több elkapása, de Kendall Fuller ellen dolgozik, Fuller pedig hát alássa ezt, valószínűleg a Moss-nak szurkol. Jamin Davis jön blitzelni, baj van, Painter nagy beleüt a labdába. Pont. Robinson fut egy kicsit, Eric Kendricks pedig minuszban leszereli a screen passt. Második és 18, 14, az is futás, de Denslerre bedobják az illegál low blockot. Hallott Cameron Dantzler, legsaványabb kornerek egyike, Trey Turner guardot bántotta, mondja is Turner, hogy így érezték ki, mintha valami szálka ment volna a lábába. Az nem szálka volt, hanem a top corner. Ja, bocsánatot kérek, akkor zászló, ha megöli. Harmadik és háromra újra odaérnek az irányítóhoz, kacsázik Heineke labdája, pont. Elmegy az ötösre. Nem tudják kihozni onnan, Hockenzonnak, alibivel próbálkoznak. Van egy kis térde, nyolcadik pont jön zsinórban, 8. Hallod, én meg itt panaszkodtam a Rams Bucks-on. Azért itt van még hova fejlődni. Terry hátra megy labdáért, Gibson átjut az 50-esen túlra, összeizzadnak egy first down-t ott is, de fogy az idő, és messze van a cél. Örökké komótos Commanders, ezt a fajta fotball tudja csak. Logan Thomas aránylag üres, de vetődni kell a labdáért, nincs meg. Terrynek nincs olyan, hogy vetődni kelljen és ne legyen meg. Nehéz 12 yardossal jelentkezik az utolsó percben. Denslerről kapjuk az információt, hogy kihagyja továbbiakat. Belesérült a szabálytalanságba, Cam. Helyette Caleb Evans van, aki nem látszódik ugyan, de sisak alatt pirosra festette a haját, így, hogy nem lók ki, nem számít akkor a célpontnak. Nem tudnak Verezonába jutni, az a lényeg, 44-ről rúg egyet Sly. 3-7 az állás, 37 másodperc. Hockenzon
Azonnal középre tálal neki Kirk. 18 yard jön össze. Küldik a blitzet rá, kapitány átdobja fölöttük. Tillen villan nagy játékból 21-esre. Maradt 18 másodperc, pár löketre van idő, hogyha nem konzervatívkodják el, de hát a Vikings. Az soha, hát persze, Kirk soha, meg hát már Zimmer sincs itt. Jeffersont keresi a célterületen, felpörög a labda róla, ugrik érte Osborne, de interception lesz Danny Johnson részéről, szóval itt két viking is jóvá tehette volna, de turnover a vége. Erre nem lehet büszke Justin Jefferson, ha hogy ilyen no-name cornerek ott elpörgetik a labdát körülötted. Szünet. Gibson, visszahordás 48-asra. Hány neki, akkor előre vág egy gerejt. Bynum elvinné valószínűleg interceptionre, de hát nem számít rá, hogy a spori becsúszik neki. Igen, hátra megy a játékvezető. Safety-t kiszedi, nagyon ügyesen. Curtis Samuel megtalálja a labdát. Lefagynak a többi vikingek, mert vannak ott bőségesen, akik labdát szerezhetnének, de tátott szájjal nézik, hogy itt most mit történik, mindenki jól van-e. Esetleg mennyire volt szabálytalan a becsúszása a sporina. Bynum hogy bírja, ekközben Curtis megszerzi a touchdown. Azért Heineke kalkulált vele, hogy itt most feldobom. Ugye ezen a pályán szokott edzeni, van walkthrough, pontosan tudja, hogy eléggé szar a fű, ugye nem nagyon ápolják a gyepet. Arra előre vágom, valószínűleg ott a spori ott megcsúszik, majd nemrég volt itt ugye a Snydernek a kutyája is arra szokott eljárni. Tudjuk ez mit jelent? Csúszik a spori. Kalkulált a dolog ez ugye, ez a hazai pálya előnye. Jó volt Heinekitől a meglátás egyértelműen. Hát bajban van a Minnesota így. Kihez nyúlnak, hogyha baj van? Hát a Hockenzonhoz. Ja, hát az úgy bevált már. 5-ből 5 célba vételt megfog TJ. 55 yard van belőle. Ugye egy 1-6-os mérlegű csapatból cserélték el egy 6-1-es mérlegűbe. Nagyon vigyázzak, hogy nehogy véletlen kinyissa a tabellát, mert ott elszédülne ettől a magasságtól. De így, hogy azt hazudják neki, hogy hát ilyen 3-3 körül vagy. Ja jó, így azért nyugodtan tud futballozni. Amúgy jól megy a Washingtonnak a védelme összességében. A futást abszolút nem engedélyezik, nyomás az van, Cousinson rendszeresen, és hát zárkóznak az elkapókra, amint megy feléjük a labda, most már McCain levédi 3. és 11-re Osborne-t azt hiszem, szóval egy pálfordulás az megtörtént Del Rio egységénél, ott a quarterback cserével valószínűleg egyszerre. Vagy hogy figyelj, Wentz van, ó, hát fiúk úgyse nyerünk, most hova küzdjünk? Heineke van, na lehet, hogy nyerünk, akkor tegyük oda magunkat. Pont. Gibson focizik első, második downon, mindenki tudja, kommandó támad, akkor csak running back kérhet hozzá, de sikeres. Aztán nem annyira sikeres. De Bates egy screenből mozgatja a láncot. Idegesítő futball, ugye, amit a Commanders csinál, náluk van 16 percig a labda minden drive-ból, hogyha jól sikerül a terv. Próbálnak visszanyúlni ehhez a tavaly megszokott taktikához, ami egy győzelmi sorozatot ért. Ugye Terry McLaurin azért belecsempészik egy-egy ilyen hosszabb megoldást. Robinson hasznos ilyenkor, elvileg nagy testű running back, 3. és 2, akkor az legyen a tiéd, Brian, lesz belőle 4. és 1. Hát köszi. Rollout, Terry-t megdobná, Heineke, de előti Caleb Evans. Kirk messzire dobna, ugye agresszív irányítóról beszélünk. Az elsőben még bele se tud állni, szándéká ellenére, a másodikba viszont igen, azt Forrest levédi Jefferson előtt. Mi van veled, Justin Jefferson? Hát akárki veled van, leütögeti előtted? Hogy van ez? 3. és 11, nyomás, pont. Robinson tartogatja a labdát, most akkor első másodikra, 3. Heineke kifarol, már lemondóan mindenki úgy nézi, hogy ezt úgyis majd kidobja valahova, de nem, feltolja előre, elkapás. Curtis Samuel, senki se várta, hogy ebből még játék lesz.
megindul, akkor háj neki, behívják neki, és fussá, akkor. Ha a spin move-ot, bemutatja Kendricks mellett, tehát az poster egyértelműen. 9 yard, másik korábbi irányító. A Marley Rogers sweepből indul meg, bejut a 25-ösre, immár tight end. Egy razzle-dazzle, hátrafele dobálás, még hátra dobálás, utána előre passz. Végülis Heineke nem tudja megdobni a bécet, mert nem lett üres, nem harapott megfelelően a D. Nincs játék. Harmadik és 10, Zadarius Smith face mask. Kicsit. Ez az egyik ujjával, de hát az éppen elég. Robinson elfut az 5-ösre. Play action, TD, Milne. Dex Milne kapta el, vagy ahogy arra fele kellene mondani, FedEx Milne, ugye a szponzor miatt. A bérletet nem vele árulják, hanem Heinekivel. Kijött a hír a hétvégén, hogy már lehet venni Washington Commanders szezon bérletet 2023-ra, és Heinekinek az arcképével árulják. Nem McLaurin, nem Chase Young, nem Carson Wentz, hát, hanem Heineke. 17 hétre beverik ezt a térdét, közönség elkezdi skandálni Heinekinek a nevét. Cousins szenved tovább az offense-nek az élén. Saint Just pick six, de lebirkózta Jeffersont, az tisztán látszik a visszajátszásból. Akkor azt mondja neki, kiváló Dario, hogy figyelj már, Saint Just, ez jó volt, ugyanezt csináld meg az irányítóval és a szabályos. Jó, oda szalad rá, vegzálja, szek. Minusz 8 yard. Jefferson törleszt végre valamit, 11 yard. Jó. Utána meg 47. Na hát az nagyobb törlesztő részlet, igen. Lehagy mindenkit, de valahogy utána sikerül ugrani Justin Jeffersonnak. Kirk lemaradt. A nagy playnél Kirk Cousins, a superstar, a főszereplő. Hát ő még az életében nem volt sérült. Soha az életben nem hagyott ki mérkőzést. Hát ez azért van, mert ugye a spártai módszereknél játszott egyetemistaként, és hát ott nincs olyan öreg, hogy lesérülsz. Megversenyeztették őket, Kirk. Keményebb vagy, mint a Foles. Foles elmegy, te leszel a játékos. És igen, már 34 éves, ugye Kirk? 35, valami ilyesmi. Soha nem hagyott még ki fotball mérkőzést. Hát most ki kell hagynia, halad egy snappet. Ég a pofája rettentően, bemegy a Malens, passzol, minusz 3 jár, jó, gyere vissza. Kirk, kapitány, visszatér a pályára, de már nem tudja megmenteni a drive-ot. Joseph field goaljával zárkóznak, 10-17. Akkor Brian Robinson első-második dánon túlesünk, az az izgalmas harmadikra mi lesz. Hát most harmadik és 5. Gibson röviden csinálja, de illegál kontaktot láttak a Sullivannél. Heineke, ó, borzasztó magas indítás, elszabta, interception, Harrison Smith leszedi, Logan Thomasnak szerette volna, hát ő nem úgy néz ki, mint a Harrison Smith, visszafut vele, 12-esig a safety. Delvin Cook fura helyen tűnik fel, egy wheel útvonalat fut, megérkezik a célterületre, körlel a nyakán, aki safety ugye, és előre dőlve elkapja célterületen a labdát. Touchdown. Egyenlítés, Minnesota nagy meccs. Hát tudtuk, óriási meccs. Heineke nem talál célpontot, Robinson nem talál helyet magának, aztán jön Daniel Hunter sack. Pont. 46-osra visszahordja Rager. Nagyon örül neki, nagyon elégedett a pozíciójával. Hackensonnak a mezek jól fognak majd menni valószínűleg. Újabb mozgatás jön a részéről. Már még amikor odaigazoltak, hát akkor ki a fene akarna Hockenzont mezt venni, akkor Detroitban volt, de hát most ezt megnézik. Fú, ez a TJ milyen szimpatikus gyerek. Még egy éppen csak lőtávolságon kívüli elkapása van most, de be tud jutni Delvin Cook field goal távolságba, amikor megkezdődik az utolsó 5 perc. Jeffersonnak a sweep az órát is menedzseli. Kirk ugye nagy fordítónak számít, szóval mindegyik negyedik negyedben számítani kell rá. Ide is, oda is természetesen. You like that. Most kellene bejátszani. Harmadik és 4 megvan Hockenzonnak. Első és gól azzal. Nem sikerül? Jó, nem baj. Második se, harmadik se.
Jefferson többet veszít párharcai közül, mint amennyit nyer, mennyiségileg mindenképpen, még a minőség az ugye kérdéses, mert voltak nagy megindulásai, meg touchdownja, de hát St. Just mindent megtesz ellene, úgyhogy jár neki a dicséret, akármi lesz a végeredmény. Field goal bemegy, úgyhogy 2 perc van hátra, egy időkérése van a Washingtonnak. Mégse, mert bántották a long snappert. Ó, hát automatikusan első és gól újra. Delvin Cook leborul a földre, még egyszer, Kirk, ő is leborul. Joseph, gyere, berúgja, 12 másodperc maradt csak. Így Vikings vezetés szerez. Gibsonnak egy play jut, amikor még feljönnek, nem ér ki az oldalvonalon, nincs rögbizés, semmi vége van. 4-5-ös mérlegre visszasüppett ezzel a Washington Commanders. De hát egy nagyon szoros meccset játszottak, liga egyik élcsapatával, csereirányítóval. Ez azt jelenti, hogy ha játszott volna a kezdő, akkor biztos, hogy nyernek könnyen. Nem ezt jelenti? Gondolkozzunk, hát itt azt a józanész azt adná. Ki mit gondol erről? Minnesota 7-1, ahogy azt mondtam, jöhet a Fuchs Kirk Cousinsnak a nyakába. Lassan már nem fér. Következő az lesz a repülőúton, következő mérkőzéseket is megnyerik, már ott a gépen tetoválnak valamit a nyakára. Mert olyan meccsek jönnek, mint Buffalo, Dallas, és háladáskor New England, rövid felkészülés után. Most ezek a meccsek már érdekelnek kicsivel jobban, hogy a Vikings mit tud csinálni igazi élmezőnybe tartozó csapatok ellen. Na mit szólsz, New England-et belevettem. Ó, hát mennyire elfogult vagyok. Mert hogyha ebből is jól jönnek ki, akkor az azért árnyalja a véleményemet, mert jelenleg azért eléggé lufinak érzem. Továbbra is ezt a gárdát, hiába nagyon-nagyon-nagyon pozitív a mérlegük. És ezzel végére értünk a mai szeánsznak. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet mára. Várlak titeket majd a befejező részre is a maradék 3 találkozóval. És külön köszönöm a pártolótagoknak, akik patreon.com-on támogatják a csatornát. Holnap akkor ugyanitt veletek, mára ennyi, szevasztok!